Nyáron perceken belül kimúlik. Sajnos gyakran még a vízben, a szájbilincsen is. Még két apróságot fogtunk Zolival, más nem jött. Jöttek viszont a Bajai, Dávodi és Szeremlei horgásztársak, hogy szerencsét próbáljanak a tartásokon. Másnap ugyanott folytattuk a horgászatot, de húzalólommal szerelt mártogatós, tapogatós szerelékkel és módszerrel. Ilyenkor a horog hegyét mindig a kishal száján át az orrnyíláson vezetem ki, így alig sérül, s a fejfelől mozgatott csali természetesen viselkedik a víz alatt. A recézett gumitalpú csizmám jól tapadt a csúszós köveken. A húzalólom alakjánál fogva csak a legritkábban akad el a kövek között. A mártogatás, tapogatás alatt a több éves gyakorlat után szinte úgy érzem, hogy az ujjam hegyével tapogatom végig a medret, a kőhányás titokzatos zegzugait. Ilyen módon viszonylag rövid idő alatt nagyobb területen kínálhatjuk fel csali halunkat. Megvan. Ez nem elakadás volt. Ez határeset. Ennél mérni kellett. Aztán elbúcsúzni. Elbúcsúzni haltól, Dunától, Bajától. A kéz, amely a horog hegyét a hal szájába szúrta, azon a szeptemberi délutánon Attiláé, a süllőzés mesteréjé volt. Akkor is Tason láttuk a Csepel-sziget alsó végénél, az élő Duna partvédő kövezése mentén, kedvenc süllőzőhelyén, megfelelő vízállásnál. A szerelés, a módszer itt, az erősebb folyású vízben is, húzalolmos, élő kis halas, mártogató-tapogató. Közel fél órán át figyeltük az élő kis hallal való próbálkozást, de kapás nem volt. Akkor Attila csalit váltott. Halszelettel próbálkozott. A halszelet tetszés szerinti nagyságúra is alakúra szabható, az erős folyásban jól mozog, s a vízbe kerülő ízanyagaival kapásra ingerelheti a kisebb étvágyú süllőket is. Kissé véres látvány, de ez is a valósághoz tartozik. Igen, ez kapás volt. Egy korai bevágással. Újabb 20 perc és semmi. Ha nem kellett a valódi, jöhettek a halat, halmozgást idéző műcsalik. A gazdag készletből itt csak néhányat láttunk. Ez a villantó, lassan úszó, esetleg beteg, tehát könnyen zsákmányul ejthető halat is utánozhat, szaggatott,
kis lüktető vontatással. A vontatás sebességével az is szabályozható, hogy a villantó milyen mélységben támolyogjon. Aztán végre a 8. dobásnál a süllyedőben lévő villantóra rárabolt a várva várt sű. Az erős folyásban általában hosszabb ideig tart a fárasztás. Ha csak le nem marad a már megakasztott zsákmány jelölt, mint most is. Horgász sors. De igazán nem rajta múlt. Megy a süllő a ráckevei Dunaágban, jött az üzenet a tassi felvételek után. Megyünk, filmre vesszük, üzentük vissza. Házigazdán készséggel megmutatta, hogy hol a csodatartás, a víz alá süllyesztett fűzfa, ahol éhes süllők várják esténként a horgászokat. Csendes megközelítés, lekarózás a hajózó medel szélén, a tartástól körülbelül 6-8 méterre. Kivilágított horgász állásokon pontyozó készségüket vigyázták az esti Duna szerelmesei. Az előkészített kellékek csónakbarakása következett ezután. A horgászatba a házigazda horgász felesége is benevezett. Én még mindig szerencsét hoztam, biztatott előjáróban. Lehet, de ezen a napon jó 2 óra múlva sem jelentkezett a filmre kívánkozó főszereplő. Pedig minden rétegben próbálkoztam. Először a tartás fölött, azután mellette, majd a fenéken is. Késő este volt, amikor úgynevezett védett horoggal is kísérleteztem a tartás ágai között. A filmesek azonban nem várhattak tovább. Bepakoltak a mikrobuszba. És milyen a sors? Mielőtt elbúcsúztunk, Jolán asszony a horgászállásról bevetett fenekező, süllőző készséggel jó 2 kilós fogast akasztott meg, és szákoltatott ki. Hiába, no, ilyen a mi szerencsénk.